Sziasztok! Ma az elfogadásról és az egymástól való különbözőségről szeretnék mesélni nektek, és arról, hogy azt én hogyan látom jónak, hogy a gyerekekkel ezekről beszélgessünk. Itt mi egy olyan közegben élünk, ahol hát rengetegféle ember van, és tulajdonképpen nálunk az az alapvetés, hogy minden ember másmilyen, és nagyon sok mindenben hasonlítunk, nagyon sok mindenben különbözünk. Kinek ilyen, kinek olyan, a külseje bármi lehet, bárki lehet, és a gyermek szabadon kérdezhet, nem szégyenítjük meg természetesen, hogy azt kérdezi meg, hogy ennek a bácsinak mondjuk miért barna a bőre, vagy az a néni miért ül kerekesszékben, hanem egyszerűen válaszolunk a kérdésekre, anélkül, hogy ítéleteket és előjeleket használnánk a válaszban. Nálunk csak egyféle skálán van előjel, ez a másikkal való bánásmód, Skálája, tehát, hogyha valakivel gonosz valaki, az egy negatív előjel, illetve hogyha valakivel kedves valaki, az egy pozitív előjel. Minden más témában nálunk nincsenek előjelek. Tehát senki sem jobb vagy rosszabb attól, hogy így vagy úgy néz ki, így vagy úgy él, ezt vagy azt csinál, semmi nem számít igazából, csak az, hogy a másikkal, a környezetével az ember hogyan bánik, ennyi, ami fontos. Mi itt egy olyan közegben élünk, ahol tényleg van mindenféle, vannak itt a környékünkön fogyatékkal élők, színes bőrűek, azonos nemű párok, szivárványcsádok, tehát mindenféle formában és skálában megtapasztalhatja a mi gyerekünk is, meg mi is azt, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és azt is, hogy ennek mennyire nincsen jelentősége. Tehát például volt velünk egy ilyen eset, hogy, hogy a repülőtéren összebarátkoztunk ott egy idegen nénivel, aki kerekesszékben volt, és akkor az én gyermekem is mondta, hogy ő, ú, de nem én egy egyszerű, is lehet, neki is lehet majd kerekesszéke. És uh, nem úgy tekintünk, el, hogy Jézusom, nem mondj már ilyen butaságot, ez borzasztó, borzasztó. Mert szerintem ahhoz az elfogadáshoz minimum az is hozzájárul, hogy, hogy tudomásul vesszük, hogy az élet teljesen más, és, és, mi, és, és egyszerűen mindenki a saját ö, életéhez és a saját adottságaihoz mérten fog tudni elérni majd egy boldog életet. És ez számomra alap. Ugyanígy a, a szemüvegesség, vagy bármi, ami, ami olyan, ami, ami a köztudatban ilyen, ha Istenem, jaj, 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 szerintem egyáltalán semmi jaj, jaj, jaj nincsen ezekben a dolgokban annak ellenére, hogy nyilván járhatnak nehézségekkel, de többnyire ez inkább ezek a nehézségek abból fakadnak, hogy a környezet nem eléggé elfogadó ezekkel a, ezekkel a, ezekkel a dolgokkal. Mm. Oliviával az élet Petra, vagyis hogy Berkeiné T. Petra, aki írta a négy könyvet, a, a színek illata, a, a Különleges Barátok nevű könyv sorozatot írta, ő kifejezetten fogyatékkal, élőkkel ö, csinált mesét van egy mese egy Down-szindrómás kisfiúról, van mese egy vak kislányról, van mese Oliviáról, a főhősről, aki, akinek egy kromoszoma rendellenessége van, remélem jól mondom, és még egy, van egy kerekesszékes kisfiúról, és van egy, egy történet. És mi erről szoktunk, szoktunk ebből mesélni neki, ö, van egy-két dolog, amit amit egy picit átszoktam írni amúgy, tehát euh, például az, hogy valakit csúfoltak azért, mert kerekesszékes, én ezt átszoktam költeni, vagy kiszoktam hagyni ezt a részt, mert nem is szeretném, hogy egyáltalán a gondolat felmerüljön. Meg szerintem nem is kéne, hogy a gyerekben... Tehát, hogy nem akarom, hogy a gondolat felmerüljön a gyerekben, hogy kerekesszékest lehet csúfolni. Tehát, hogy egy egyszerűen ezt... ezt, 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 ezt ezt nem, nem kell tudni erről, hogy, hogy ilyen létezik. Azt tudja, hogy a másikat bántani csúnya dolog, tök mindegy mi miatt, kerekesszék miatt, a haja miatt, teljesen mindegy mi miatt, nem oké. Okay. Erről természetesen tud. És fölöslegesnek éreztem ezt egy kicsit, hogy ezt jobban részletezzük, hogy akkor kerekesszékeseket sem csúfoljuk. Hát nyilván való, hogy nem csúfoljuk, hiszen senkit sem csúfolunk. Na, úgyhogy Nekünk ez nagyon sokat segített, ezekből a könyvekből kaptunk egy szuper szót, a kacifántosság szót, ami szerintem egy csodálatos szó, számomra ez egy, egy előjelmentes szó, tehát nekem is megkönnyíti egy kicsit a, a dolgomat. Én amúgy a fogyatékosság szót nem tudom annyira úgy érezni, valahogy én abban érzek valamit, mint hogyha a másik kevesebb lenne, Nekem ez nem annyira tetszik. A kacifántosság az persze egy ilyen kicsit ilyen gyerekesebb szó, de nagyon-nagyon kedves és aranyosnak érzem. A fogyatékosság helyett pedig nem is tudom, miket korlátozott, vagy nem is tudom, mik, mik, mik most így a magyar uh, politikailag korrekt uh, terminológia, azt én nem tudom most pontosan, de de azt gondolom, hogy a a kacifántosság az egy gyerekkel egy tök szuper dolog erről beszélgetni. És akkor ugye arról szóba kerültek, nyilván ezeknek a könyveknek kapcsán ezek a dolgok. A közele, közeli ismerettségi körünkben is itt is vannak um, fogyatékkal élők, akár mozgásukban, akár uh, kognitívan vannak korlátozva, van itt a közelben, tehát akikkel napi szinten találkozunk. És egyszerűen mi, a mi gyerekünknek annyit mondunk, szintén ezekben a könyvekben elhangzik egy tényleg egy tök egyszerű magyarázat, hogy egyszerűen mindenki más, és mindenki másban jó. Van, aki bizonyos dolgokban lassabban fejlődik, és mindenkinek vannak e, ilyen-olyan korlátai. És azon, azon vagyunk mi is, meg az emberek is, hogy egymást, ahol tudunk, segítsük, és ennyi. És nálunk is előfordul tényleg olyan, hogy. hogy, hogy, hogy hogy így rákérdez valamire, hogy mondjuk, nem tudom, ez a néni süket? Mondjuk így rákérdez, és akkor látja a halókészüléket, és egyszerűen teljesen természetszerűen nyilvánvalóan nem bántani akar a kérdéssel, meg, meg semmi, hanem egyszerűen nyitott és őszinte, és ezt nagyra értékelem, és elmondom neki, hogy igen, a néni valószínűleg süket, nem ha jól, vagy hogyha valakinek kerekesszéke van, akkor megkérdezi, hogy te miért vagy kerekesszékben, nem elég erős a lábad, vagy nincsen neked lábad? És akkor elmondja az, aki a kerekesszékben ül, hogy mi történt vele, és kész. És nem feltételezem azt, hogy, hogy sértésnek venni egy tiszta szívű gyermek őszinte, és abszolút semleges érdeklődését, aki csak egyszerűen a világot szeretné megismerni, és a világnak ez a része is érdekli őt természetesen. Um, beszélgettünk arról, hogy valakinek az érzékszervei nem működnek olyan jól, valakinek csak kicsit nem, kicsi, kicsi rendellenessége van, például, hogyha valaki egy kicsit kevésbé lát jól, mint én például, meg a férjem is, mi szemüvegesek vagyunk mind a ketten, van, aki kaphat valamilyen segítséget arra, hogyha valamelyik érzékszerve nem működik, vagy valamelyik végtagja van, aki nem kaphat, van, aki ilyet kaphat, van, aki olyat kaphat, van, aki mondjuk egyáltalán nem lát, van, aki szemüveggel lát, van olyan, aki egyáltalán nem, ha van, aki viszont halókészülékkel már hall. Mindenféle van, és, és, és erről szoktunk beszélgetni. És hogy, és hogy ez van, egyszerűen ez van. Ez nem rossz dolog, ez nem kellemetlen dolog, ez nem uh, nehézség, mert százszerzalékosan mert, uh, biztos vagyok abban, hogy rengeteg ember, aki aki bármilyen ö, mozgásszervi vagy kognitív ö, korlátok között él, élhet teljes életet. Ez az én meggyőződésem, és azt gondolom, hogy az érzékenységnek az, a, az, a, az egyik legfontosabb része, hogy úgy kezeljük, hogy ez teljesen természetes, hogy embertársaink más ö, tulajdonságokkal születnek, és más készségekkel élnek, mint mi, és ennél semmi sem természetesebb és normálisabb, és teljesen természetes és normális, hogy ezt tényként elfogadjuk, kezeljük, és segítünk egymásnak ott és akkor, amikor, ahol tudunk. Ennyi, ami számomra fontos ebben a témában. Van az ismeretségi körünkben itt a közelben szivárvány család, ez még egyáltalán nem merült föl ez a téma, amúgy, hogy ez miért van, meg hogy van, egy darab szivárványcsádon, akivel itt tényleg szorosabb a viszonyunk, és van egy, akik meg még itt laknak a környéken, egy nulla, tehát semmi, mint hogyha mit az embernek akármilyen formájú lenne, a, vagy akármilyen színárnyalatú lenne a szeme, tehát itt nulla a jelentősége, nem tűnik föl. Lehet, hogy majd egyszer föl fog tűnni, de akkor is azt fogom mondani, hogy ilyen van, és kész és akkor van, hogy valami ritkábban van, valami gyakrabban van. Maximum ennyi jelzőt szoktam hozzátenni a dologhoz, hogy, hogy, hogy az ritkábban előfordul, vagy gyakrabban előfordul, és kész. És én azt gondolom, hogy ezzel tudjuk a legtöbbet tenni, hogy, hogy nem, mi magunk sem itt éljük valamit vagy valakinek az életét nehéznek azért, mert mondjuk nekem nehéz lenne az életem, hogyha egyik napról másikra megvakulnék, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy embernek, aki úgy született mondjuk, hogy már vak, vagy, vagy tök mindegy az élete során megvakult, bármilyen okból kifolyólag, az ő élete olyan nehéz lenne, mint amilyennek én elképzelem mondjuk a saját életemet, hogyha velem ez történne. Tehát egyszerűen nem ítélkezem a másik élete felett, és nem nem teszem már feleleve egy polcra, hogy ha hogyha valakivel ez van, akkor annak már biztosan ez meg az van, az van, mert hát halvány gőzöm, nincsen a másikról, és kész. A tény az, hogy ő nem lát, ehhez kapcsolódva pedig már mindent csak a saját érzéseimből rakok hozzá, amire szerintem nincsen szükség. Ö, igen, találkozunk természetesen ö, színes bőrűekkel, akkor a gyermek volt, megkérdezte, hogy... hogy tehát nagyon sokszor ez nem is, egyáltalán nem, tehát legtöbbször ez nem tűnik föl, azt szoktuk mindig mondani, hogy mindenkinek másmilyen árnyalatú a bőre, vannak sötétebbek, vannak világosabbak, pont úgy, mint a hajból is, vannak világosabb hajszínek, vannak sötétebb hajszínek, és kész, és ennyi. És pontosan ugyanannyi a jelentősége a bőrszínek, meg a, meg a mindenféle külső tulajdonságnak, mint az, hogy az embernek milyen színű a szeme, Zero. nagyjából. Uh, úgyhogy ennyit akartam nektek elmondani, és uh, köszönjük, itt voltatok. Sziasztok!